Kalazanci Szent József 17. századi élete máig kihat a világon. Általa alapított szerzetes rendapiaristák világszerte oktató rendként tanítják, nevelik az ifjúságot. Sátor Aljaújhelyen a piarista kollégiumban a rendszerváltástól indult újra a munkájuk, máig fenntartják az intézményt. A piarista diákok itt is, mint máshol november végén emlékeztek az alapító szentre. Az ő alakja olyas valaki, aki hát nagyon könnyű tulajdonképpen a fiatalokhoz közel hozni, mert hiszen a fiatalok értékelik azt, hogyha egy ember velük foglalkozik, és különösen, ha egy ember arra adja az életét, hogy őket segítse. És Kalazanci Szent József személyében egy ilyen alakot, egy ilyen szemét ismerhetünk meg, aki a fiataloknak adta a saját életét. A piarista diákok egész héten foglalkoztak a rendalapító életével, volt életrajzi vetélkedő házi irodalmi pályázat, és készültek egy rövid műsorral is, amely szintén Kalazanci Szent József életét mutatta be. A legjobb diákokat ilyenkor a pártfogó ünnepén ösztöndíjakkal, jutalmakkal is kitüntetik. A piarista alapítvány 3 újhelyi Vas Péter ösztöndíját is most adták át. A közösség nagyon jó, az iskola is, én nagyon szeretem, és eléggé megszeppentem, amikor 2 díjat is kaptam, hogy én lettem az első a dolgozatíráson is, és az ösztöndíjon is én lettem jelölve. A piarista jelenlét egyre erősebb a városban, a kollégium mellett a nem kollégista, de hátrányos helyzetű fiatalokkal a piarista tanodában foglalkoznak.